Itt látjuk a moníriával fertőzött hajtást, meg a levelek ugye el vannak száradva. Ha itt nagyon megnézi, akkor lehet látni egy kis virág elszáradást, és ezen keresztül fog majd a hajtásba a fertőzés tovább terjedni. Megyből biztosan kevés lesz. A monília évről évre gondot okoz a gyümölcstermesztőknek. Az esős időjárás igencsak kedvez a gombabetegségek, főleg a monília terjedésének a gyümölcsösökben. A monília elsősorban a csonthéjasokat érinti, ilyenek például a megy, a cseresznye, a kajsz, illetve a szilva is. Ez a monília, eznek sajnos nagyon kedvezett az időjárás, mert a virágzáskor a hűvös, csapadékos idő az kedvez a moníliának. Tehát ez egy gombabetegség, ami nagyon komoly károkat okoz a csonthéjas ültetvényekben, és borzasztó nehéz ellene védekezni. Gyakorlatilag a védekezés már januárban meg kell kezdeni, mert ez már januárban enyhe napokon kezd fertőzni. A fertőzés úgy történik, hogy történhet virágzáskor, amikor a virágot megfertőzi. A virág szirma megbarnul, utána elszárad, és az a legjellegzetesebb tünete, hogy nem hullik le. Még a következő évben is ott lesz az elszáradt virág csomó. Utána megfertőzheti a termést. A termés is ugyanúgy, lesz rajta ilyen penészkiverődés, ugyanúgy gyümölcsmúmiákat, ezt így hívjuk, gyümölcsmúmiákat képez, ott marad a fán, a következő évben innen indul a fertőzés. Megfertőződhet a hajtás, és akkor a hajtások elszáradnak, és sokan nem nagyon tudják, azt hiszik, hogy valami mechanikai kár érte, de majd gyönyörű szépen lehet látni, hogy ez a moníliától van, és a hajtásokon keresztül behatol az ágba, és bizony sajnos a fát azt kipusztítja előbb-utóbb. Tehát ezek a moníliával fertőzött fák, erősen fertőzött fák előbb-utóbb el fognak pusztulni. Nagyon nehéz a védekezés a monília ellen. A problémát vegyszeres permetezéssel és az érintett ágak erős visszametszésével lehet megpróbálni orvosolni. Úgy szoktuk mondani, hogy az egészséges részből legalább 20 centit meghagyva a sebeket lekezelni mindenféleképpen fasebkezelővel, és a őszi lemosó permetezés nagyon fontos lenne, őszi lezes lemosó permetezés, a tél végi lezes permetezés, és a virágzáskor nagyon figyelni, hogy amikor virágzik a fa, ha csapadékos, hűvös az időjárás, minden eső után ugye meg kell permetezni. Na most itt a permetezésre szerves gombaölőszereket szoktuk ajánlani a két lemosó permetezésen kívül, és itt nagyon vigyázni kell arra, hogy a várakozás időket be kell tartani. Mert az embereknek az a tévhite, hogy a gombaölőszer az gyakorlatilag nem mérgező, mert ugye és nem tartják. Holott a gombaölőszereknek a leghosszabb a várakozás ideje nagyon sok esetben. Van egy-két olyan gombaölőszer, amelyiknek rövid a várakozás ideje, tehát azokat kell az utolsó záró permetezésre hagyni. A tavalyi 100 ezer tonnás rekordtermésnél akár 30-40 ezer tonnával kevesebb teremhet idén. Derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből. Tájékoztatásuk szerint ezért, illetve mert a lengyelországi ültetvények tavaszi fagykára miatt nő a kereslet a magyar megyre, jelentősen emelkedhetnek az árak. Azt mondják a termelők, hogy nagyon kevés termés van, talán fele lesz, mint a tavaly év, olyan 800-től 1100 forintig megy kilója, attól függ, hogy milyen minőségű és milyen fajta. Az idei tavasz hektikus időjárása, a száraz és hűvös napok váltakozása, az erős szél és a csapadékos idő miatt a megtermékenyülés nem volt olyan mértékű, mint az előző évben, illetve megfáztak a terméskezdemények. A termés kiesés legnagyobb mértékben térségünket érinti, a megyfajták közül elsősorban a Kántor Jánosit, míg az újfehértói fürtösnél átlagos termésmennyiség várható. Magyarország az Európai Unió egyik meghatározó megytermelője. Lengyelország után a második helyen áll. Az országban mintegy 14 ezer hektáron termesztenek meggyet. Az éves megytermés évjárati hatásoktól függően 60-90 ezer tonna között ingadozik. A magyarországi éves megyfogyasztás 15-20 ezer tonnára tehető. Az elmúlt néhány évben erősödött a friss piaci fogyasztás, és növekedett a fagyasztott megy iránti kereslet is, ám továbbra is a megybe főtt a legkedveltebb a vásárlók körében.